igazi Dolce Vita olaszos téma. Milyen hajat álmodtál meg ez? Kitaláltuk azt, hogy legyen összetűző a haj. Ez egyébként is passzol ezzel a témával, és mindenkinek merem ajánlani, hogy jó kis tupírok, jó dushajak, és szépen össze lehet fogni, hogy kiesetnek tincsek, azok szépek is, meg szexik. Hát ugyanúgy, mint bármelyik coffolást, lehet fönt a tipikus balettkonty, a zuhanyzó konty, ki minek hívja. Csak a lényeg az, hogy legyen inkább tartása, tehát ne legyen rácsofaszva teljesen a fejre, hanem mit tudom, egy kis tupírt alá, meg kell hagyni a dús hatást, és lehet tényleg kihagyni esetleg tincseket, mert az adja ezt a füllettebb Dolce Vita hangulatot. Hogy tudunk mi magunk is ilyen sminket elkészíteni, hogyha olaszos csajok vagy divák szeretnénk lenni? Az újdonság az a szája volt, mert az natur volt, de olyan szinten volt natur, hogy a saját szájszínére erősítettem rá. Ez mindenkinek teljesen más. A Beának nagyon szép ilyen halvány megy színű szája volt, és én azt erősítettem meg, és ettől maradt meg még a natur hatás. A pirosítónak meg ilyen picikét rózsaszínes színe volt, ettől meg ilyen üde, friss érzet keltett bennünk. Láttam, hogy a szemre szinte csak tusvonalat használtál, jól láttam? Igen, de hát ilyenkor, mint általában legtöbbször van azért alatta szín, egy visszafogott ilyen picikét púder rózsaszínes testszínű szemhéjbázist és szemhéjport használtam a mozgó szemhéjre, és mivel alul nem használtam erős színeket, csak egy nagyon finom barnát, és alulra csak barna szempilla spirál került, fölülre meg fekete, tehát ezzel is a natúrságát szerettem volna megtartani a sminknek. A nyár egyik trendje még mindig az például a narancs száj, úgyhogy bátran lehet használni. Narancs szájakba például meg az erős szájakba az a legjobb, hogyha szinte semmit nem teszel magadra, akkor is egy sminkelt hatást érhetsz el egy szájjal.